Az Európai Néppárt lesz az EP legerősebb frakciója. 213 képviselővel rendelkezik majd a 751 tagú Európai Parlamentben. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 190 mandátumot szerzett. Harmadik helyen a liberálisok végeztek 64 mandátummal, míg a negyediken a zöldek 53 képviselői hellyel. A vasárnap véget ért EP választáson megerősödtek az euroszkeptikus pártok. Ez a választópolgárok elégedetlenségét jelzi Európával. Kettős üzenete van ennek a választásnak. Az egyik az Európa felé. Elégedetlenek a választópolgárok azzal, ami Európában történt az elmúlt időszakban. Annak a gazdasági válságnak a következtében előállt helyzet, ami tudjuk, hogy a gazdasági növekedésnek a szinte teljes hiánya a különböző országokban, a munkanélküliség, a fiatalok munkanélküliségének a hihetetlen magas arányát képezi. Ezeket Európa nem tudta kezelni. A vasárnapi EP választások eredményének tükrében Európának változtatnia kell a válságkezelési stratégiáján. A gazdasági válságot kevésbé megsínlő Németországban csupán 6-7%-ot értek el az Európai Uniót ellenző erők. Azonban a másik két meghatározó országban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban előre törtek az euroszkeptikusok. Németországnak viszont partnereket kell találnia a reformokhoz, és ugye nagyon sok helyen a német gazdaságpolitika és ennek az európai tükröződése nem tetszett a pártoknak és a választóknak. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt az örök dilemmát, a gazdasági növekedés, illetve a megszorító politika közötti örök dilemmát föloldani. Az elemző szerint az európai polgárok vélt vagy valós okok miatt az Európai Uniót tették felelőssé a gazdasági válság miatt felhalmozódott problémákért.